Rugalmas iroda, közösségi munkahely. A fiatal testvérpár Kata és Panni hitt abban, hogy az irodai vagy otthoni munka nem feltétlenül kell, hogy magányos vagy unalmas legyen. Ezért megálmodtak és létrehoztak egy közösségi munkahelyet, ahol mindenki a saját időbeosztása és igényei szerint kellemes és kényelmes környezetben koncentráltan dolgozhat, de közben megoszthatja munkahelyét másokkal. Testvéremmel, Pannival alapítottuk ezt az irodát még 2009-ben. Magyarországon mi voltunk az első coworking iroda, úgyhogy ebből a szempontból muszáj volt magunknak kitaposni nyilván az ösvényt. Ma már 30 ilyen iroda van Budapesten, és szerte a világban 14 ezer iroda létezik. Összesen 1,5 millió ember jár be ezekbe az irodákban nap mint nap dolgozni. Itt nem csupán az infrastruktúrán osztoznak, hanem erőforrásokon is akár, és bármikor lehetőségük van a tapasztalatcserére, tehát egy fontos előnye annak, hogy az ember közösségben dolgozhat, nem feltétlenül a saját szakterületéről érkező kollégákkal, hanem különböző foglalkozású emberekkel. Most már lassan egy éve itt vagyunk a Lofiszban, és nagyon örülünk, hogy sikerült ide bekerülnünk. Egyre sikeresebben üzemelünk, és ugye növekedésnek is indultunk, és ebben nekik is nagy részük van. A Lofisznak van egy coworking elnevezésű programja. Ez a program édesanyák, illetve édesapák piaci visszaintegrációját segíti. Ez egyrészt vállalkozóknak szól, másrészt pedig olyan nagy vállalatoknak, ahol szeretnének olyan munkakörülményeket és lehetőségeket biztosítani ezeknek az anyukáknak és apukáknak, hogy azok a megfelelő lehetőségek mentén tudjanak visszatérni a munkavilágába. Tereinkben ülnek grafikusoktól elkezdve művészeti szerkesztőségeken át, tolmács, ügyvéd, adótanácsadó, akkor HR cég. I think about 7 years ago, I came for the first time to Lofus because I was looking for a working space, and I never really left anymore. So now I'm incorporated into the whole family. A Lofis 2015-ben pályázott egy Erasmus Plus finanszírozású európai projektre, amelyre 5 európai országból 7 coworking iroda jutott be, és ezáltal pedig azt igyekeztünk megmutatni, hogy vállalkozóvá válni nem lehetetlen dolog, sőt, valójában egy nagyon jó alternatíva, és a munkanélküli friss diplomás fiataloknak ez egy valós lehetőség.